Azt gondolom, hogy ezek az improvizatív pillanatok azok, amik igazán élővé és lüktetővé, és az adott estén egyedivé tehetik az előadást. Gergye Krisztián rendező, táncművész, koreográfus. 20 évesen tradicionális jávai táncot tanult egy táncmestertől. 2001-ben saját társulatot alapított. Később közreműködött több tánctársulattal, dolgozott a Bárka Színházban és a Nemzeti Színházban is. Előadásai a kortárs táncon túl összművészeti tapasztalások, tele bábokkal, képzőművészettel és érző pillanatokkal. Ha egy különleges időkapszulába rejthetné a számára fontos dolgokat, akkor a többek között Nádas Péter Párhuzamos Történetek című regényét, Nick Cave Skeleton trílemezét és a Sós Karamellizét választaná. Mi volt az első tánccal kapcsolatos élményed gyerekként vagy fiatal korodban, még mielőtt a jávai táncot elkezdted tanulni? Hát nagyon fura, hogy végül is táncos lettem, mert hogy semmilyen előképzettségem nem volt, se néptáncra nem jártam gyerekként, se az akkoriban divatos jazzbalett nem talált meg semmilyen formában. Úgyhogy egy gyerekkori előképem nem volt igazából semmi. Tinédzserkori előképem volt, ami, hogy egy populáris művészt említsek, Madonnának a klipjei és a koncertjein a táncosok jelenléte az, ami igazán megfogott. Aztán voltak bizonyos, talán nevetségesnek tűnő pillanatok, amikor így otthon az ember elkezd magának koreografálni, és akkor ilyen tinédzser srácként az ágyról a kanapéra ugrik, és fordítva, tehát hogy ilyenek ezek így előfordultak, de aztán nem történt igazából semmi. Aztán képzőművésznek készültem, és csak jóval később, amikor már Budapesten éltem, akkor találkoztam a jávai tánccal, úgyhogy ilyen furcsa az előképzettségem. Hogy látod egyébként az akkori önmagadat? Milyen érzelmekkel fordulsz a tizenéves Krisztián felé? A tizenéves Krisztián eléggé sérült gyerek volt. Beszéljek harmadik személyben magamra, nem tudom. Ahogy jól esik. De ezek a sérülések, ezek mind a részemmé váltak, vagy azt hiszem, hogy ezeknek köszönhetem is azt, aki most vagyok. Tehát, hogy itt nincsenek, nem hordozok sérelmeket, vagy frusztrációkat így a gyerekkori traumáimból adódóan. Tehát feldolgoztad őket? Magyarán. Feldolgoztam, vagy bedolgoztam, vagy élem mai napig, még ha fájdalmas akkor is, de hogy így ez a részemé vált. Szerintem nagyon jó irányba terelődött az életem, mert hogy azt csinálom, amit szeretek, művészettel foglalkozom, elég komplex módon azon belül is színházzal, tánccal, bábbal elég bátran át merem lépni, és hála Isten át is léphetem a műfaji határokat. Tehát, hogy nekem nagyon nagy szabadságom van abban, amit csinálok, és ebben én nagyon teljesnek érzem magam. Nagyon hangsúlyos a képzőművészet is. A képzőművészet az egy folyamatos viszonyulási pont, anélkül nem is nagyon működik, azt hiszem, vagy nem is nagyon lehet értelmezni azt, amit én csinálok képzőművészeti ismeretek nélkül talán. A Café Budapest felkérésére te már írtál egy kapszula interjút, ahol felsoroltad, hogy mit menekítenél át az utókornak egy időkapszulába. Többek között azt is mondtad ott, hogy az És Echo című előadásod kapcsán azt szeretnéd, hogyha 10 év múlva ez a 3 szó maradna fenn, vagy jelenne meg, hogy időtlenség, személyesség és költőiség. A Vizin Viktória, akivel fantasztikusan tudunk együtt dolgozni és együtt gondolkodni, vele kerestünk lehetőséget, hogy hogyan lehetne egy kvázi monodrámát, vagy egy monooperát létrehozni. A darab címe ugye az És Echo, ahol gyakorlatilag a történetet megfosztottuk a Narcisz
kvázi jelenlététől. Az volt a kiinduló pont, hogy egy olyan színházi szituáció van, amiben egy opera énekesnő beleszorul a szerepébe, és gyakorlatilag úgy kell elképzelni, mintha a Narcisz és Echo történetet élné a színpadon, és nem tudna szabadulni ebből a képzetből, ebből a helyzetből, és innentől kezdve a saját személyes tapasztalatai is, mint egy ilyen szürreális vízió, vagy egy ilyen színházi képzetben való csapdában létezik ez az operaénekesnő. Ez a helyzet, ugye megnyit egy kaput a lehető legszemélyesebb önvizsgálat felé. És akkor ebből lett egy ilyen nagyon komplex színházi élmény, amiben a bábművészet, a költészet, a zene, tehát gyakorlatilag majdnem minden műfajból egy ilyen szintézis jellegű, teljesen időtlen élmény válik. Nem egy vidám történet, de mégis valami nagyon, szóval éteri szintre emelkedik ez a dolog. És nyilván köszönhető a Zombola Péter zenéjének, a Victoria hangjának, illetve az általam kitalált, de a Budapest Bábszínház műhelye és Hofer Károly tervezésének köszönhetően gyakorlatilag a Viktóriából kettő van a színpadon, és egy életnagyságú báb jött létre. Amit te mozgatsz. Amit én mozgatok, illetve Viktória is mozgat, illetve közösen mozgatunk, és ebből lesz egy trió. Zombola Péter zenéjét említetted, és ugye az időkapszulában is az ő requiemjét mentenéd át. Milyen hatással van rád az ő zenei világa? Annyira egyszerű a Péter zenéje, és közben annyira komplex, és annyira szintén a személyes, tehát érzem benne a Péter lelkét, tökéletesen érződik, hogy emögött van egy ember, emögött van egy történet, emögött vannak történetek, és azt hiszem, hogy ez a fajta személyes meggyötörtség, vagy személyesség az, amivel lehet kapcsolódni ehhez a zenéhez. És nagyon sok mindent elmond, nem csak az emberről, hanem valahogy az emberiségről is. Képzőművésznek készültél, és utána jött az egészségügybe tett kitérőd? Igen. Volt ilyen is? Igen, képzőművésznek készültem, aztán amikor hát ugye általános iskola után pályát kell választani, a leghülyébb időpontban 14 évesen az ember azt se tudja, hogy fiú-e vagy lány, vagy mit akar, vagy mit nem. Akkoriban gondoltam, hogy képzőművész leszek, de közben meg azt is kitaláltam, hogy akkor én pszichológus leszek, vagy pszichiáter, úgyhogy elmentem az egészségügyi szakközépiskolába nővérnek tanulni. Ápolónak. Hát mindegy, végül is teljesen mindegy, mindig mindenki viccből nővérnek mondja, úgyhogy neki nincsen semmi bajom. Szóval ápolónak, igen, és aztán ott maradtam ebbe az iskolába. Az én életem volt akkor tinédzserként elég drámai állapotban, hogy úgy mondjam. Mindenféle családi történetek és problematikák voltak, amit azt gondoltam, hogy lehet, hogy hát mint mindenki, vagy nem tudom, mint a rossz pszichiáterek, hogy akkor majd megoldja saját magát, meg majd meg tudja gyógyítani talán magát az ember. Terápia helyett egyenesen szakmában, nem tudom, lehet, hogy ilyen elképzeléseim voltak, de hát hála Isten ez azért elmúlt, és fura módon mégiscsak a művészetnél kötöttem ki. Érdekel, hogy te, mint ön analitikus alkat, nem érzed a nehéznek az improvizációban való feloldódást? Nem, azt érzem a legnagyobb szabadságnak. Illetve a legjobb pillanatok az improvizációban az, amikor így úgy történik, hogy nem történhet másként. Tehát igazából nem azt, ha közben analizálom, hogy merre felé mozdulok, akkor vajon mi lesz belőle, akkor már elrontottam, igen. Akkor már nem a történet történik meg velem, hanem én elkezdek gyártani egy történetet. Itt az Echo-val kapcsolatban is az van, hogy felépítettünk egy vázat, felépítettünk egy rendszert, de nincsen tűpontosan behatárolva, hogy mikor, milyen kereteken belül hova kell, hogy csináljunk. Tényleg azért szoktam imádkozni, hogy az, ami ott akkor éppen megtörténhet, annak én adjak terepet, adjak lehetőséget. Hogyha az egy botlás, és abból a botlásból valami kibontakozik, akkor én annak hadd adjak lehetőséget. És általában ilyen kis idézőjeles balesetek, ezek szoktak történni, úgyhogy én ezekért imádkozok, hogy ezek történjenek meg, hogy ott
hogy ott, mert attól lesz még pluszban az adott pillanatnak a varázsában élő az egész. Akkor kezd el így valóban lüktetni, hogy valakik, mintha irányítanának minket. Néha érzékelem az előképzettség hiányát. Néha eljátszok azzal a gondolattal, hogy mi van, hogyha engem balettiskolába irattak volna be a szüleim. 6 éves korodtól? Akár, mit tudom én. Ugye azt mondjuk, hogy a balett, egy kicsit akkor látta, kell. Igen, persze. De hogy, vagy mi lett volna, hogyha tényleg elmegyek a kisképzőbe, és akkor felvételizek a képzőművészeti főiskolára. Néha ezeken elgondolkozom, de aztán rájövök, hogy tulajdonképpen tökéletesen jól érzem magam a bőrömben. Jó helyen vagyok, azt gondolom, hogy egyre többet tapasztalok, egyre többet érzékelek, és egyre tisztábban tudok talán fogalmazni már a színpadon.